Szép jó estét kívánok! Önök az Erőnk forrását, a Történelmi Egyházak műsorát látják. Hamvazó szerdával elkezdődött a húsvétra felkészítő 40 napos bőjt. A keresztények ebben a bűnbánati időszakban Jézus Krisztus feltámadásának, a húsvétnek a megünneplésére készülnek. A hitben való elmélyülés, a kiengesztelődés és a lemondás segítségével. A bőjt, ahogy a szentírási példák is tanítják, sohasem öncélúak, hanem mindig a bűnbánatnak a gyász, vagy az Istenhez forduló kérés, vagy pedig a nemzeti tragédiákra való emlékezés kísérőjeként jelenik meg. Van, akinek egy átlagos hétköznap, a katolikus ember számára viszont az egyik legszentebb időszak kezdete Hamvazó szerda. E nap délelőttjén a Szent József gimnázium diákjaival telt meg a Szent Anna székesegyház. A Szent 40 napra való készület elején végzett szentmisét az iskola énekkarának éneketette igazán meghitté. A Szent József gimnázium diákjai különféle módon készülnek Jézus Krisztus kereszthalálára és feltámadására. Először is megbánom a bűneimet a templomban, és utána pedig elkezdem a nagybőjti szokás szerint a húst, hogy nem eszek. Eléggé fontos, mert hogy ugye katolikus iskolába járok, és a családnak és mindenkinek otthon nagyon-nagyon nagy jelentősége van ennek az időszaknak, és általában várjuk, ugye húshagyó kedden eszünk utoljára húst, aztán utoljára később már 40 napig nem fogunk, csak majd húsvétkor, akkor is majd ilyen tipikus ételek, sonka meg hasonló, de addig is hát imádkozunk minden nap, és hát eléggé átszellemülten kezeljük ezt az időszakot. Lipták József, az iskola lelkivezetője, már a szertartás elején összefoglalta, hogy mennyire fontos időszak kezdődött el idén február 26-án. Egyházunk legnagyobb és legfontosabb ünnepére készülünk. Ha mindannyian tekintetünket az oltára emeljük, látunk ott hamut, amely szimbolikusan jelképezi az ember honnan vétetett és hová fog visszatérni. Ezt a hamut megszenteljük és megáldjuk, és ez az, amely mindannyiunk számára egy jelkép, szimbólum. Porból lettünk és porrá válunk. Ám a föltámadás által mindannyian egy új életet kezdhetünk el. Majd prédikációjában arra kérte a fiatalokat, hogy legalább napi egy imával készüljenek húsvétra. Csak egy mi atyánkot, csak egyet mondjatok el minden nap, Hamvazó szerdától nagyszombat éjszakáig. Néhány másodperc, nem több. Jut mindenkinek az idejéből, és már többet imádkoztunk, többet tettünk, mint az évnek bármelyik másnapján. Böjtölni ebben az időszakban számos módon lehet. József atya a fiataloktól nem azt kérte, hogy bármilyen ételt tagadjanak meg, hanem éppen az ellenkezőjét. Próbáljanak meg olyan ételt tenni, ami nem tartozik kedvenceik közé. Sajátos formája böjtnek az is, ha legalább ezen szent 40 nap alatt nem válogattok, hanem ami kevésbé jó ízű számotokra, azt is elfogyasztjátok. Így léphettek majd, mindannyian így léphetünk közelebb egy mi atyánkkal, az imádsággal és a bőt sajátos formájával, hogy nem válogatunk és mindent elfogyasztunk húsvét szent ünnepéhez. A szertartás elején szóba kerülő hamu a prédikációt követően került a hívek homlokára kereszt formájában. Köszöntöm a stúdióban Tokodi László szerzetes atyát, szép estét kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó estét kívánok, mindörökké amen. Ugye ez egy nagyon érdekes dolog, hogy milyen tanácsok hangoztak el a fiatalok felé. Milyen érdekes, hogy a bőjt így indul el, és ezzel a gondolkodással, hogy rendben van, akkor én most leteszek valamit az életemből. Félreteszek valamit, vagy éppen teszek olyat, amit addig nem tettem. Más lesz az a 40 napom, ahogyan készülök. Beszélgettünk már sokszor sokféleképpen ebben a műsorban arra, hogy hogyan is teljen az a 40 napos böjt. Hogyan készüljünk fel az ünnepeinkre. Advent, böjt.
Mindenhol készülünk, mert hogy érkezzünk meg, tisztán érkezzünk meg, fölkészülve érkezzünk meg úgy, hogy a lelkünk valóban nyitva legyen az örömnek a befogadására, a különlegesnek, a csodának az elfogadására, hogy mi is részesei legyünk ennek. És most érdekes volt hallgatni ebben a bejátszásban azt, hogy a Lipták József atya azt mondja, hogy imádkozzatok minden nap, csak egy picivel több időt szálljatok oda, vagy egyetek olyan ételt, amit feltétlenül korábban nem entetek meg, vagy nem szerettek, nem ízlik nektek. Milyen érdekes megközelítés. Hát most ebből a szempontból vizsgálva, milyen is a jó bőjt? Milyen is a jó bőjt? Hát... A bőjt igazából, tehát az ugye elsősorban a jó dolgok megtagadását jelenti. Amit szeretek, hogy annak a jobbra való átalakítását, vagy átfordítását. Tehát, hogy nem feltétlenül most itt a rossz dolgokból amúgy bőjtölnünk kell egész évben, tehát abból nem lehet akkor sem többet, meg kevesebbet csinálni, azoktól mindig megtagadjuk magunkat. Viszont a jó dolgokban lehet egy kicsit kevesebbet, amit szeretek, ami jól esik. Vagy akár, ugye itt Lipták József atya azt említette, hogy együk meg azt is, amit eddig nem esetleg, mondjuk, de akkor legyen valami célja ennek. Hogy örömet okozzak mondjuk édesanyámnak. Mert ha csak most azért eszem meg, hogy jól keseregjek rajta, ugye, hogy hát én ezt, hát ez kín az egész, és közben mondjuk még káromkodnék is egyet, hogy hát ez lehetetlen, akkor... Hát akkor nincs értelme. De hogyha mondjuk van egy olyan célja, ami jó, tehát hogy tényleg az örömokozás, hogy akkor most nem panaszkodom arra az ételre, amit mondjuk amúgy nem nagyon szeretek, és megeszem, és akár meg is dicsérem édesanyámat, vagy azt, aki főzte egy vendégségben, akkor hát ez egy értelmes dolog így. Ugyanakkor a bőjtnek egy sajátossága, hogy hát le kell mondani a jóról, vagyis legalábbis megpróbálok fölajánlani, fölajánlást tenni, hogy most én ezt is ezt nem fogom tenni. Uh-huh. Tegyük föl. És akkor igazából a mai beszélgetésünk témája most következik. Hiszen pont, hogy a kísértésről és a kísértőről beszélgetnénk. A bőjtnek ugye az egyik nagy kihívása a kísértőtől való, még inkább eltávolodás, még inkább ellentmondás, még inkább az, hiszen tisztán akarok megérkezni az ünnephez. Mi is valójában a kísértés? Mi is a kísértés? Hát valami olyasmi, amikor az ördög mutat nekünk valami jót. Nem rosszat, ugye? Hanem valami jót, és a két jó közül kell választanunk. Persze az egyik az egy kicsit hiányos, az egy kicsit olyan csonka, bele van keverve, ugye ügyesen becsomagolva, a rossz, vagy az, ami ugye számunkra kárt okoz. De mindenféleképp jót mutat nekünk, tehát nem fog rosszra csábítani így, hogy na most akkor tettünk rá magad, hanem a jót mutatja, és hát ezt kell nekünk valahogy akkor ügyesen megkülönböztetnünk, hogy akkor ez most tényleg igazi jó, teljes jó, olyan, ami beteljesedésig vezet, vagy csak egy pillanat, egy ilyen kis élmény, és megkülönböztetünk attól, ami viszont az igazi. Tehát mindig kettő választásunk biztos, hogy van, vagy akár több is, és ebből kell nekünk a legjobbat választani. Hát az ördög megpróbálja mindig a másik oldalra billenteni a mérleget, ugye, hogy a legkevésbé jót válasszuk. És itt érdekes, hogy tényleg nem a rossz önmagában. Tehát a kevésbé jót. És az már pont elég az, hogy eltávolodjunk az Istentől, hogy egy kicsit elforduljunk. Utána persze még egy kicsit el fogunk fordulni, utána még egy kicsit, de már persze hát megy a sorozat szépen, és akkor lehet, hogy teljesen is. Valójában akkor az értékrendünk helyre tételéhez érkezik a kísértés és a kísértő, hogy megerősítsük a saját értékrendünket, illetve hát lehetőséget kapunk az Istentől arra, hogy normális értékrendünk alakuljon ki.
Igen, hát az Isten ugye hát megengedi először is ezeket a próbákat. Ez egy kicsit ilyen edzés. Ugye, hogy kiálljuk-e a próbát, tehát fejlődjünk. Ugye a kisgyerek is, tehát hogy valamikor tanítjuk, megmondjuk neki, hogy ezt lehet, ezt nem lehet, de aztán odaállítjuk, na akkor most te is csináld meg ezt, próbáld ki egyedül. És akkor nem az, hogy most magunkra hagy minket az Isten, nem erről van szó, mert az ott van, ott figyel, segít, súg is esetleg, hogy mit válasszunk, de próbálja azt bennünk megerősíteni, hogy mi magunk is azért fejlődjünk. Abban, hogy megismerjük a jót, a vele való kapcsolatban is fejlődjünk, ugye, hogy egyre inkább érzékenyebbek legyünk az ő hangjára, mikor nem úgy egyértelműen mondja, hogy ez a jó, ez a rossz, hanem csak úgy suttog. Úgy figyelni kell, úgy el kell csendesedni. A bőjtben ez is nagyon fontos, hogy egyre inkább koncentrálódjon a figyelmünk. Az Istenre is, de önmagunkra is, mert ez egy nagy lehetőség, hogy önmagamat is jobban megismerjem. Hogy ki vagyok én, mik a gyenge pontjaim, és mik az erősségeim. És akkor hát a gyenge pontok terén, ugye, akkor ott erősödjek. Megpróbáljak akkor valamit ott mégiscsak fejlődni. Eszembe jutott most egy kép, hogyha válasz a közben, mint egy szülő ott áll a medence partján, de előtt azért jó bedobta a gyereket a mély vízbe. Nem az, hogy bedobta, de azt mondta, hogy úgy, próbáld meg. Hát próbáld meg egyedül, igen. Előtt elmondja, hogy hát ilyen csapásokat teszel a vízben, így mozgatod kezed, lábad, akkor ki tudsz jönni, de hát nem tudja megtenni helyette. Nem, helyettünk nem. És hát ez a lényeg, hogy szeretné, az Isten mindig ezt szeretné, hogy mi együtt dolgozzunk vele. Tehát nem akar helyettünk megcsinálni dolgokat, azt sem kívánja, hogy mi egyedül kínlódjunk, hanem együtt dolgozni. Ez egy csodálatos dolog, ilyen csapatmunkát szeretne tőlünk, ugye? Hogy megélhessük ezt, hogy van kire támaszkodnunk, van társunk, van aki segít nekünk. És ez igazából ez egy nagyon-nagyon szép dolog, hogy az ember ugye közösségre teremtetett, tehát nem jó az embernek egyedül lenni, és hát sehol, a kísértésben sem jó egyedül lenni. Úgyhogy ezt mindig azért tudatosítanunk kell, hogy nem vagyunk egyedül ott sem. Még ha nem is látjuk most, hogy nem érzékeljük annyira világosan tisztán őt, az ő jelenlétét, de ott van. És ezért lehet, hogy pont akkor el kell csendesednem jobban. Lehet, hogy le kell nyugodnom most egy picit, hogy figyeljek. Hogy van ő most itt jelen? Milyen érdekes, hogy az ember felülti a Szentírás is, és csak a Szentírásból kiindulva, akkor annyi példát is lát, és annyi történetet olvashat, hogy amikor pont már majdnem minden jó, az Istennel való kapcsolat, az Istennel való párbeszéd, az, hogy elfogadom, hogy ő akár suttogva, de tanít, de ez nem csak a Szentírásban, hanem a profán életben is. És ez csak akkor megjelenik valaki, ami a kísértő. Tehát, hogy mielőtt a jó kiteljesedhetne, miért törvényszerű, hogy azonnal támad a kísértő? Hát, mert ő nem akarja, hogy kiteljesedjen, hogy beteljesedjen. Ez egy nagy titok, hogy ő egyáltalán ugye, miért van, miért létezik. Ugye ő is kezdetben teljesen jó volt, önmaga döntött, hogy hát nem is tudom, hogy talán nem egyszerűen elfordul az Istentől, hanem önmaga felé fordul, hogy önimádatban él, hogy azt hiszi, hogy ő nagyobb, mint az Isten. És el is hiszi azt is, hogy hát akkor ő megszerezheti bármit, bárkinek megmondhatja a tutit. És kicsit ugye néha talán mi is ilyenek vagyunk, vagy feljön ez is bennünk, hogy úgy mi is szeretnénk bebizonyítani azt, hogy azért mi jobban tudjuk. És akkor a sátán azért akkor jelenik meg, amikor már úgy megvan a világos út, ugye most, na, de aztán azt mondja, na figyelj csak, én tudok egy még jobbat. Ugye, egy még jobbat, és ugyanúgy, mint az édenkertben, ugye hát, hogy ott van minden szép és minden jó, de látjátok, de van egy kis hiány, az Isten azt nem akarja, azt az egyet, azt a picikét, ugye, hogy abból ne egyél.
És akkor arra irányítja a figyelmünket, hogy mi az, amit még lehetne, amúgy nem lehetne semmit, mert teljes az életük az édenkertben, viszont elhiteti velük, hogy hiányzik valami. Ez pont olyan, mint a jó hír meg a rossz hírnek a terjedése. Ugye, ha jó hírt hall az ember, akkor nyugtázza a lelkébe, hogy békesség van, nyugalom van. Milyen jó, hogy jó dolog történik, lapozzunk. Történjen 100-ból egyszer egy rossz hír. Az milyen sebességgel terjed? Tehát, hogy az embernek a lelke hogyan is van összerakva, tehát ez a fajta kíváncsiság, miért csak a rossz iránt vagyunk ennyire fogékonyak és kíváncsiak, és miért nem veszünk mondjuk elé a szókrátészi 3 lépés, amikor egy rossz hírt hallunk? Hasznos, jó, biztos vagy benne? Hát ez most már mondjuk a bukott világban azért így egy kicsit ilyen szenzáció, ugye egy ilyen rossz hír, mert eleve talán megjelenik a félelem is bennünk, hogy akkor lehet, hogy velünk is megtörténik. Lehet, hogy az én szomszédom is egy gyilkos, ugye átjön és nem tudom mi lesz, vagy én is elkapom a koronavírust, vagy ilyenek, tehát hogy ugye ez azért lehetséges, de hát egyáltalán nem biztos. És amikor az ördög ugye ezt állítja elénk, hogy hát lehetséges, akkor veszítsd el a bizalmadat az Istenben. Ugye ez a lényeg. És ne bízz benne. Mert akkor ezek szerint mégsem teljes az életed. Na és akkor itt kell lenni az erős léleknek. Hogyan erősítse az ember a lelkét? Hogyan tudjon ellenállni a kísértőnek, a kísértésnek? Mi az az út, amely mondjuk tényleg nevezzük elixírnek? Elixírnek? Hát ez egy csodagyógyszer nincs szerintem. Csodagyógyszer, de lehet például talán úgy elindulni a kísértéssel szemben, ugye, hogy akkor én egyszerűen nem marad időm arra, hogy a kisebb jókkal foglalkozzam. Tehát csak a legnagyobbakkal foglalkozom. De ez nem egy menekülés? Hogy csak menekülök, hogy ne legyen időm a kisebb dolgokra? Hát valamilyen szinten menekülés, persze. De hát hova meneküljek? Máshova, hanem az Istenhez. Tehát azért veszélyes ez a világ. Tehát tényleg itt van mindenhol az elbukás lehetősége, és azért ezzel tisztában kell lennünk, hogyha egyedül maradunk, ha nem menekülünk oda a jó Istenhez, akkor azért biztos, hogy elbukunk. Ez 100%. Az előbb ugye kérdeztem az elixírt, bennem viszont megint egy kép jelenik meg, hát a tévés már csak ilyen. Lehet-e elixír maga Jézus Krisztus? Tehát ő... Hát elixír, ez kérdés. Hát nem használhatjuk őt, tehát ez biztos, hogy ő nem egy ilyen... Na jó, de akihez fordulhatok, és azt mondom, hogy eléd térdelek, oda térdelek a keresztet, akkor ne maga Jézus Krisztus, hanem a kereszt, a keresztben. Hát azért részt kell vennünk ebben, tehát hogy itt mondom, ez az együtt dolgozás, ez rettentő fontos. Nem úgy van, hogy na, beveszem az elixit és megoldja helyettem. Mert hogy nekem attól még tennem kell. Tehát esetleg ad nekem erőt, ugye, ahhoz, hogy én megtegyem. De nekem kell megtennem. Vagy valamit ugye, hogy mondjam, akár megállít. Tehát ad nekem türelmet például. De nekem kell akkor türelmesnek lennem, tehát hogy még mindig megvan a szabadságom arra, hogy elforduljak ettől, hogy rosszul döntsek. Tehát azért ez az elixír dolog egy kicsit veszélyes, mert egy kicsit mágikus ugye, hatást úgymond biztosítana ez, hogy akkor megvan oldva. Pedig az ember szabadsága mindig megmarad. És ez a lényege a kísértésnek, hogy szabad vagyok, ezért kísért meg engem a sátán. Ha nem lennék szabad, bevenném az elixírt és kész, hát nem. Mert még akkor is megkísért, amikor bevettem. Hogy akkor, na jó, most erős vagy. Akkor mire használd az erődet?
mert nem mindegy az se. Hát én kívánom, hogy itt a böjtben valamennyien tudjunk élni azzal, hogy tudjunk nemet mondani, tudjunk naponta kicsivel többet imádkozni, ahogy Lipták József atya is az előbb látszott a bejátszásba, kérte a fiatalot, és tudjunk a kísértőre és a kísértésre nemet mondani, elixér nélkül, Jézus Krisztusra tekintve. Köszönöm, hogy támogatásod. Én is köszönöm. Akinek megbocsátjátok bűneit, az bűnbánatot nyer, és akinek megtartjátok, az bűnben marad. János evangéliumából szól ma Istennek az igéje Sziklai Dávid káplán tolmácsolásában. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Evangélium Szent János könyvéből. Amikor beesteledett, míg a hét első napján megjelent Jézus a tanítványoknak, ott, ahol együtt voltak. Bár a zsidóktól való félelmükben bezárták az ajtót, belépett, megállt középen, és köszöntötte őket. Békesség nektek! E szavakkal megmutatta nekik kezét és oldalát. Az Úr láttára öröm töltött el a tanítványokat. Jézus megismételte. Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. Ezekkel a szavakkal rájuk lehet, és így folytatta. Vegyétek a szent lelket. Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, és akinek megtartjátok, az bűnben marad. Ezek az evangélium igéi. Az imént hallott evangéliumi szakaszba, kedves testvérek, az Úr Jézus megjelent a tanítványoknak a feltámadása után. Köszöntötte őket, békesség nektek. Ez a békesség az, amire mindannyian vágyunk. Hogy béke legyen a környezetünkben, béke legyen a nagyvilágban, és béke legyen elsősorban a családunkban. Békesség az, amiért úgy küzdünk, de talán nagyon sokszor ezt olyan nehéz megtalálnunk. Hiszen hol kell először is a békével találkozni? Hol kell először, hogy a békét megvalósítani? Elsősorban, hogyha bennem béke van, hogyha saját magammal ki vagyok békülve, akkor tudok a béke embere lenni. A béke embere környezetemben, a béke embere családomban, a béke embere akár a munkahelyemen, akár az iskolában. És a békességünket mi az, ami leginkább veszélyezteti? Maga a bűn. És hogyha a bűnt nagyon egyszerűen szeretnénk meghatározni, a bűnnek a gyökere, az legtöbbször, az maga a szeretetlenség. Ha nem szeretjük eléggé a jó Istent, akkor nem törekszünk arra, hogy vele mi is személyes kapcsolatban legyünk. Hogyha nem törekszünk arra, hogy jól szeressük saját magunkat, akkor nagyon nehéz a másikat is úgy elfogadnunk. És megtapasztaljuk azt, hogy valamilyen szinten úgy békétlenség van az életünkben. Békétlenség a bűn miatt. És hol találunk bűnbocsánatot? Hol találjuk meg azt, hogy le tudjuk tenni azokat a terheket, amiket úgy magunkra szedtünk a szeretetlenség következtében? Bizony, nagyon sokszor az emberek számtalan helyen keresik, de igazi megoldást, hiszen maga Isten a szeretet, Istennél tudjuk megtalálni. Az Úr Jézus rábízta a tanítványaira, az ő egyházának papjaira a kiengesztelődés szolgálatát, a kiengesztelődés szentségét, a bűnbocsánat szentségét. Ahányszor odajárulunk hozzá, annyiszor bocsátja meg töredelmesen megvallott bűneinket. És ami itt a földön bocsánatot nyert, bocsánatot nyer a mennyek országában is. Eddig tartott mai adásunk, jövő héten a Református Egyház műsorával várjuk Önöket a képernyők elé. Tartsák velünk akkor is, viszontlátásra!